Az asztali teniszi Árási bajnokságában 15 csapat szerepel, ami oda-vissza alapon 28 fordulót jelent. Felvételeink a bajnoki táblázat első két helyezettjének, a Komáromi Pokrok B csapata és Bátorkeszi bajnoki mérkőzésében nyújtanak rövid betekintést. A Pokrok négytagú csapatát Kucserovszki Róbert, Tóth Igor, Valló Erik és Nagy Ottó képviselték, míg az ellenfél csapatában Józsefik Dávid, Száraz István, Cséplő Szilárd és Ledecki Sándor küzdöttek az asztaloknál a pontokért. A csapatversenyek két páros mérkőzések kezdődnek, majd 4x4, azaz 16 egyéni mérkőzés van soron. Kandicsek Zoltán csapatvezető hazai győzelemben bizakodott, hiszen a csapat az idei bajnokságban még nem veszített. De végül a két csapat 9-9 arányú döntetlenre mérkőzött meg egymással. Így 5 fordulóval a bajnokság vége előtt a Pokrok csapata továbbra is tartja a korábban szerzett egy pontos előnyét Bátorkeszi csapatával szemben. A Komáromi Pokrok A csapata a nyugat-szlovákiai 4. ligában szerepel, és most a B csapatnak is megvan rá minden esélye, hogy a táblázat élén végezzen, és szintén kiharcolja a feljutást a 4. ligába. A Pokrok klub az utánpótlásról is gondoskodik, diák csapatai is vannak. A klub serdülő korosztályú csapata a Nyitra-Trencsén megyei 2. ifjúsági ligában a 2. helyet szerezte meg.